Bíró Imre a vendégem, a Kincses Ház tulajdonosa, a régi nagy cimboránk, ugye? És hát rengeteg kincssel rendelkezel, Imi, amivel majd reméljük, hogy egyszer egy vásárló fog rendelkezni. Ugye antibútorokkal is foglalkoztok többek között, és hát mindenféle kincseket tényleg érdemes hozzátok benézni. Nagyon nagy reneszánszát élik tulajdonképpen azok a bútorok, amelyet vagy kézzel festenek, vagy egy picit antikolják, vagy ilyen provánci stílusúra vannak megcsinálva, vagy akár újak, de úgy néznek ki, mintha régiek lennének. Ez igényel szerinted egy speciális lakberendezést, vagy lehet ötvözni jól a modern bútorokkal is? Üdvözlöm a kedves tévénézőket! Hát most tulajdonképpen mindent szabad. Ugyanúgy, mint a ruházati divatban és sok minden másban. A lakásban is ötvözni kell mindent. Amikor én is először találkoztam Belgiumban ezzel, hogy a modern bútorokat ötvözték a régi bútorokkal, és a régi bútorokat is átértelmezték, átfestették, kicsit átalakították, ha kellett, akkor először ilyen kétkedve fogadtam, és egy kicsit olyan fura ez. De amikor másik este mentem a szállásomra haza, akkor már teljesen barátságos volt, és nagyon megtetszett. És aztán én is úgy gondoltam, hogy kipróbálom ezeket. Akkor még nem annyira volt ez divatos, mint amennyire most. Most viszont ugye az internet tele van jó tanácsokkal, mindenféle blogokkal, bárkiből lehet itt most tényleg nagyon-nagyon ügyes bútorfestő, átalakító, és ezerféleképpen fel lehet pimpelni egy régi bútort, mielőtt még kidobna bárki bármit, gondolja át, gondoljon a fákra, arra, hogy sajnos mennyi ég el most a napokban éppen a világban, és arra, hogy esetleg nem fűződik-e valami kedves emléke hozzá, vagy nem akarná kipróbálni magát abban, hogy meg a bútort, hogy hogy állna ennek most egy Ferrari vörös, vagy egy részgálic kő, kék, vagy egy fehér, vagy egy koptatott, vagy elmegy, vesz egy kis waxot, egy kis színezőpasztát, egy kicsit megöregíti, egy kicsit megcsiszolgatja, egy kicsit tutulgatja, szeretgetés, lesznek egy új bútora. Ugye nálatok azt látom, hogy vannak tényleg az antik bútorok, és vannak ezek a megbolondított bútorok, akár arany trónok, különböző vad gepárd mintás húzattal, tehát tényleg a csillagoség, meg az emberi fantázia az nagyon sok mindenre képes. És ha már itt tartunk, ugye sokan mondják, hogy van egy antik szekrényem, de azért a régi az nem feltétlenül antik. Mikortól kezdve számít valami? 100 évet mondanak, hogy 100 év az a határ, ahonnan antiknak mondunk egy bútor, de tulajdonképpen most már a két világháború közötti bútorokat antiknak mondjuk. Ettől függetlenül az internet tele van tévedésekkel, és akkor itt vakvezet világtalan, tehát a hibát hibára halmozunk és másoljuk ezeket. Tehát mindenki mindenféle stílust ír, ami nem az. Tudjuk, de nem is ez az érdekes benne. Azt kell látni, hogy vannak ócska bútorok, tehát amik csak úgy régiek egy kicsit, és nem nagyon szabad lenne összetéveszteni a bútorlapból készült bútorokat a fabútorokkal. Na itt tehát ezen a ponton állnék meg egy picit, hogy tegyünk különbséget a szabászgépekkel készített bútorok és a fából készült bútorok. Mert az, ami fa, ha még nem is annyira régi, tehát tétezzük fel, hogy nem antik, hanem csak a 60-as években egy ügyes kisiparos, asztalos készítette őket a két világháború vagy a század elejé mintára, mert volt neki mondjuk egy olyanja, és akkor azt ő lemásolta. A fabútorokat meg kell menteni, azokat óriási vétek lenne eltüzelni, szétdarabolni, ledaráltatni. Azt kell megmenteni. Egyszerre, hogy a változatosság gyönyörködtet, egy lakáson belül is, egy terem belül is nagyon izgalmasak, ma ugye a kárpitokkal lehet fedő. Egy kárpitok korábban
20-50 évig is ugyanazt a fajta kárpitot lehetett kapni, és gyártották. Ma komputeres világban olyan kárpitokat készítenek, egyedi nyomtathatjuk a kárpitot, hogyha te most azt szeretnéd, hogy te neked a kisfiadnak, vagy a cicádnak a profilja legyen ezen a kárpiton, akkor az nem lesz. Nem mondod. De. És akkor ehhez te választol egy gyönyörű szép foteldarab, és azt mondod, hogy hát a cicám itt lesz most rajta, és ez mindvégig itt marad neked. A cicám trónja. Igen. Akkor és például ilyen kincset is tudtak. Bármit. Most már gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a vevői igények nem tudnak határt, ez nincs határ. Mindenféle, amit mondanak, azt mondják, hogy a bútorhúzata és a farész, a faragott fa, az egyezzen meg színbe, akkor kimegyek Joe néni festékboltjába, kikevertetem a megfelelő színt hozzá, és ugyanolyan lesz a kárpit színe, mint a fájé. Ezt ugye Plastic Giovanni Olaszországban fröccsöntő géppel remekül önti ki, a tengerpartokon lehet ilyen barokk fotelekbe pompázni, meg lábzsámolyokkal, de ezt meg lehet csinálni az eredeti anyagokból, és amik bent maradnak a lakásunkban. Hát Imikém, köszönöm szépen, egy élmény volt, sajnos az időnk elfogyott. Én egyszer, amikor egyébként Imikéhez elmentem, hogy fújjatok már le egy bútort, akkor azt mondtam, hogy dehogy, és te ezt meg tudod csinálni, figyelj, megveszed, megcsinálod, mert gondolom egyrészt van egy csomó melótok, másrészt meg akartad, hogy belőlem is a művész kibújjon, de hát jelentem sikerült, úgyhogy már egy-két bútorfestésen. Igen, azért még egy másodperc maradna, azon elszaladtunk, hogy szóval kétféle bútorfelújítás van. Az egyik az originális, eredeti, sellak, kézipolitúr, csináljuk azt is, és a másik pedig mindenféle varázslás, színekre, visszacsiszolás, vaxolás, antikvás öregítés. Köszönjük szépen. Kincsesház.com. Kincsesházban mindent akkor. Kedves nézők, a részleteket megtudhatják, mi pedig egy kicsit beljebb haladunk, hiszen a konyhákról fogunk beszélgetni.